együttműködési megállapodás. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat és az OTP Bank NRT célja az önkormányzatok és a vállalkozások támogatása, a fejlesztések erősítése. Törvényváltozás. 8-10%-kal kevesebbet kell fizetni júliustól az ivóvíz és szennyvízbekötésért. Az új szabály azonban a bekötés méretétől teszi függővé a mentességet. Mesterségekkel ismerkednek, pályaválasztást segítő nyári tábort indított idén is a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Együttműködési megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat és az OTP Bank NRT szerdán, amelynek célja az önkormányzatok és a vállalkozások támogatása, a fejlesztések erősítése. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A pénzintézet a terület és település fejlesztési operatív programból elérhető források mellé kínál kiegészítő finanszírozási lehetőségeket, amelyekkel a vállalkozások és a helyhatóságok fedezhetik a beruházási költségeiket. Szabolcs-Szatmár Bereg megye számára 2020-ig csak nem 90 milliárd forint áll rendelkezésre, például ipari parkok, óvodák, bölcsődék építésére és felújítására, közlekedés és turizmus fejlesztésre. A benyújtott támogatási kérelmek második körének nyerteseit nemrég hirdették ki. 41 projektötlet kapott több, mint 5,1 milliárd forintos támogatást. A programban országosan több, mint 1200 milliárd forint forrás érhető el az önkormányzatok számára. A benyújtott kérelmeket folyamatosan értékeli és bírálja a programot irányító hatóság. Nagyon jól állunk, én azt mondom. Valóban a beadott támogatási kérelmek jelentős része az már el van bírálva. Összesen 637 támogatási kérelem lett beadva, ebben benne van mind a megyei települések által beadott, mint pedig a megyei jogú város által beadott támogatási kérelmeknek a száma is. És hogyha én a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzathoz kapcsolódó topos fejlesztésekről tudok igazából beszélni, ott pedig a rendelkezésünkre álló majd 90 milliárdos keretösszegből 35,8 milliárdról már támogatói döntés született, tehát ezek a fejlesztések, ezek lényegében már elindultak, itt már a támogatási szerződések aláírása, illetve a fejlesztéseknek az elkezdése az már itt valóban megtörtént, úgyhogy bízunk benne, hogy a döntések folyamatosan majd lehetővé teszik azt, hogy minél többen és minél nagyobb mértékben tudjanak majd bekapcsolódni a nyertes pályázók közül a megyei fejlesztések megvalósításába. A megyei önkormányzat és az OTP Bank megállapodása elsősorban a nyertes pályázók esetleges önerő finanszírozási problémáiba, vagy az időközben megemelkedett projektköltségekre nyújthat megoldást. A pénzintézet ügyvezető igazgató helyettese az aláírás kapcsán szervezett fórumon elmondta, a topos támogatások mellé az OTP kész minden 100 forintnyi projektköltség mellé akár 25 forintot hozzátenni. A bank azzal számol, hogy a 100%-os támogatási intenzitású település fejlesztések finanszírozása, a kivitelezői kapacitások szűkössége és a közbeszerzések mennyisége miatt bizonytalanná válhat. Ezen segíthetnek az önkormányzatok és vállalkozások számára kínált banki hitelcsomagok. Azért is kötöttünk megállapodást most a Szabolcs-Szatmár megyei önkormányzattal, hogy segítsük azokat az önkormányzati vezetőket, vállalatokat, kivitelezőket, hogy gyorsan hozzá lehet jutni azokhoz a többlet forrásigényekhez, mert ugye 100%-os az önkormányzati finanszírozás, de az elmúlt időszak áremelkedései, a szűkülő kivitelezői kapacitás azt mutatja nekünk az előzetes adataink szerint, hogy 25-30, akár 40-45%-kal is nagyobb lehet a végső kivitelezői ár. Ha az önkormányzatnak vagy vállalkozásnak van forrása, persze megoldja maga, de ha nem, akkor az OTP-hez tud fordulni, és tudunk olyan a vállalkozásoknak saját erő nélkül, önkormányzatoknak is természetesen saját erő nélkül kiegészítő finanszírozást biztosítani hosszú lejáratra. A vállalkozásnak akár 15 évig, önkormányzatnak még akár hosszabb ideig is, hogy sikeresen tudják az uniós forrásokat lehívni és megvalósítani a településeken a fejlesztéseket. A fórumon elhangzott, a bank számításai szerint legalább 20 milliárd forint kihelyezésére lesz szükség hitelformájában a megyében. Erre a célra az OTP új beruházási hitelterméket kínál az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak.
Kigyulladt egy menetrend szerinti autóbusz motortere Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca melletti szervízúton. Tájékoztatott közleményében a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az esethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltói vonultak, akik a lángokat eloltották, így a tűz az utastérre nem terjedt át. A buszon ketten utaztak, akiket a buszsofőr leszállított. Az új Európai Uniós pályázat segítségével megvásárolt új autóbuszok minél gyorsabb üzembe állítását szorgalmazza az Együtt Nyíregyházi önkormányzati képviselője. Lövei Csaba szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, a jelenlegi autóbuszpark előregedett, elavult járművekből áll, amelyekkel az elmúlt hetekben több baleset is történt. Az uniós pénzek feletti örömükben, hiszen itt 5 milliárdot nyertek autóbuszbeszerzéssel, a város vezetése és valamilyen okból az illetékes minisztérium se gondolta arra, hogy ezeket az autóbuszokat üzemeltetni kell. Tehát ennek feltételei vannak gáztöltőállomás, sofőrök és az, hogy a volánjogutód közlekedési központ ezeket átvegye üzemeltetésre. Ezek már akkor derültek ki, mikor késő volt ahhoz, hogy időbe üzembe álljanak. Ugye tavaly december óta ezek az autóbuszok Tiszaújvárosban a szállítócég telephelyén állnak. Ezek a buszok már lassan egy fél éve üzemelhetnének Nyíregyházán. Az új gázüzemű buszok forgalomba állítása az eredetileg tervezett ütemben zajlik, közölte közleményében Rendes Sándor sajtószóvivő. Ezzel a kérdéssel legutóbb a nyíregyházi közgyűlés idén áprilisi ülésén foglalkozott. Ott részletes tájékoztatást kaptak a képviselők, mint ahogyan akkor az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT vezérigazgatója elmondta, idén novemberben, decemberben a város gázüzemű autóbuszai forgalomba állhatnak. Az ügyben azóta semmilyen új körülmény nem merült fel. A közlekedési központnál is folyamatban van újabb 40 busz beszerzése, így a tervek szerint másfél éven belül Nyíregyházán csak új, korszerű gázüzemű buszok szállítják majd az utasokat, áll a közleményben. 8-10%-kal kevesebbet kell fizetni júliustól az ivóvíz és szennyvíz bekötésért. A törvényváltozás vonatkozik a lakossági és a vállalkozói bekötésekre is. Az új szabály azonban a bekötés méretétől teszi függővé a mentességet, mondta el a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója Szabó Istvánné televíziónknak. Az elmúlt napokban ugyanis többen érdeklődtek a szolgáltatónál az új szabályok felől. Az új törvény, amely a gáz- és villanybekötésre vonatkozó szabályokat is tartalmazza, júliustól segítheti a családokat és a kis, közepes vállalkozásokat. A díjmentesség fogyasztási mértékekhez, a víz- és csatorna bekötésnél pedig a bekötés méretéhez igazított. A vízcsatornánál bizonyos méreteknél van bizonyos mentesség, és ez pedig a bekötővezeték mérettől függ. 32 mm átmérőjű ivóvízvezetékkel történő bekötés, szennyvíznél pedig 160 mm. Tehát ez az első fontos szabály, amit tudni kell annak, aki bekötést tervez. Ez egyaránt érinti a lakosságot, a vállalkozásokat és a kisebb intézményeket is. Egyre több az építkezés, így egyre több lesz a csatornahálózatra történő csatlakozás is. Évente átlagban 500 épület csatlakozik a hálózatra, de ez a szám emelkedhet. A lakossági bekötés a legtöbb, egy 4 lakásos ingatlan bekötése még belefér a mentesség kategóriájába, méreténél fogva. Egy ivóvíz bekötésnél a költség több részből tevődik össze, ki kell ásni az aknaárkot, lefektetni a vezetéket, kell egy vízmérő beton vagy műanyag akna, és ezt össze kell kötni a főnyomó vezetékkel. Kötelező a geodéziai bemérés is, ezekből a költségekből a vízmérő óra és a beszerelés, valamint a nyomáspróba díja alól mentesülhetnek. A kiépítésért és az összekötésért továbbra is fizetni kell. Néztünk ilyen kisebb-nagyobb bekötéseket, elég sok mindentől függ. A kollégáim kalkuláltak egy ilyen, úgymond egy szokásos, rövidoldalas, egyszerű bekötést, ami áfa nélkül olyan 60-70 ezer forint körül van, áfával nyilván plusz 27%, és annál egy 8-10 ezer forint lehet ez a vízmérővel összefüggő költség és a nyomáspróba. A vállalkozások a közműfejlesztési hozzájárulás alól is mentesülnek, ami a kapacitás használatának a díja, de a társulati beruházás esetében a társulati hozzájárulást fizetni kell a jövőben is. A beállással kiépült szennyvízcsatorna esetében változatlanok a feltételek, a szakfelügyelet díját továbbra is teljesíteni kell.
Pályaválasztást segítő nyári tábort indított idén is a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A pályaorientáció célcsoportja a 6.-7. osztályos tanulók, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. A nyári táborban 5 héten át mintegy 150-en vesznek részt, ők több mesterséggel is megismerkedhetnek a közös foglalkozásokon. Interaktív feladatokkal várták a diákokat ennél a nyíregyházi vállalatnál. A Kispakon táborban nyaraló tanulókat pályaválasztás céljából különböző céglátogatásokra viszi a megyei iparkamara. Itt például a kereskedelmi szektorral ismerkedtek meg a felső tagozatosok. A gyerekek aktívan részt vettek a programokban. Elég tetszik, nagyon. Mi már több éve járunk ide, és sosem volt még ilyen izgalmas feladatokban részesülünk. Nagyon tetszik a tábor, és jó feladatok is vannak benne. A pályaorientációs látogatások fő célcsoportja a felső tagozatos diákok, főleg az 5., 6. és 7. osztályosok, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ezen a nyáron 5 héten át közel 150 diákot szólít majd meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A nyíregyházi vállalat már több éve kapcsolatban áll a megyei szervezettel. A nyári táboroztatási programokban azonban idén első alkalommal vett részt. Hiszem azt, hogy át tudtunk adni olyan ismereteket a gyerekeknek, ami hasznos lesz, és esetleg orientálja őket a későbbiek során a kereskedelem felé. Egyébként nagyon jó tapasztalatok voltak, mert odafigyeltek a gyerekek, játszottak, nyertek, totót töltöttek ki, bevásároltak, tehát én azt hiszem, hogy élményekkel gazdagabban mennek haza. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztás segítő nyári táborában több mesterséggel is megismerkedhetnek a tanulók. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenységének az a célja, hogy a megyei vállalkozások, vállalatok, akár kicsi, akár nagy vállalatok életébe betekintést nyerhessenek a diákok. Ezt igazából tervezni úgy tervezzük, hogy akár a nagyvállalatokhoz, akár kisebb vállalkozókhoz eljuthassanak a gyerekek céglátogatások keretében. Nagyrészt az iskolai időszakban, nyári szezonban természetesen a nyári táborokkal szervezzük. Az, hogy kikhez, igazából vannak hiány szakma területek, amelyek a megyében minden évben meg vannak határozva, igyekszünk ezekre a területekre, illetve a gyerekek érdeklődési területéhez igazodni. A diákok a nyár végéig megismerhetik még egy autószerelő műhely működését. Bepillantást nyerhetnek a vendéglátóegységek életébe, de mixerként és cukrászként is kipróbálhatják majd magukat a különböző céglátogatások alkalmával. Drágultak az üzemanyagok szerdától, a MOL bruttó 2 forinttal emelte a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 336 forintra emelkedett, a gázolai 335 forintra nőtt. Az üzemanyagok ára legutóbb június 23-án változott. Bruttó 2 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin és a gázolaj, írja az MTI. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Elkészült az első településképi arculati kézikönyv. Ez alapján kell az önkormányzatoknak és a helyi építészeknek kidolgozniuk egy-egy település saját szemléltető füzetét. Az arculati kézikönyvek a magyarországi települések sajátos egyedi jellegét és a védendő értékeket mutatják be. Digitális formában elkészült az első településképi arculati kézikönyv mintája. Egy kitalált magyar helység, magyar szép hely példáján keresztül mutatja be a minta, mit kell tartalmilag és formailag tartalmaznia a kézikönyveknek, amelyeket a települések készítenek el. Ez a kézikönyv tartalmilag bővebb, mint a települési rendezési terv, mondta el 35 perc című műsorunkban a megyei építészkamara elnöke. Két dokumentum születik a munka során. Az egyik ez a bizonyos település képi arculati kézikönyv, ami fotókkal, vizuálisan számba veszi a település meglevő örökségét, műemlékeit, vagy egyéb arra méltó dolgait. Aztán születnek ajánlások az utcakép alakításába, arra vonatkozóan, hogy és nagyobb részt a lakóépületek, a lakások, családi házak, vagy hát kinek milyenje van, kisvárosokban azért tömbszerű társasházas és egyebek is nyilván. Tehát ajánlások
megoldások születnek, és az adott település feldolgozása kapcsán aztán konkrétan az ottani település meglevő utcáit végig járva, ha elég becsületes az, aki csinálja, akkor napokat el lehet ezzel molyolni, még a kis településeken is, és gyűjteni fotóanyagokkal forrásanyagot, amit be lehet majd emelni ebbe az anyagba. A jogszabályalkotók nem szeretnék gátolni az építészek, tervezők munkáját, inkább építészeti minőséget szeretnének felmutatni az új házakat építők számára, mondta el az építész. Hozzátette, jelenleg a Szabolcs megyei településeken is meglehetősen heterogén településkép alakult ki. A mintakézikönyvet összhangba hozzák egy már megjelent kormányrendelettel. A kézikönyv megtervezéséhez egy szakmai anyagot is elkészítettek. Az első tervek szerint október 1-jéig kellett volna az önkormányzatoknak elkészíteniük a dokumentumot, de Bándi Gyula környezetjogász a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsman helyettes javaslatára szeretnék a határidőt október 31-éig meghosszabbítani. Július 15-én kezdi el a felkészülést a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Senki sem távozik a szuperligás csapattól, viszont három visszatérővel számolhatnak az új szezonban. Hetei Alex, Éliás Gábor és Péter Dávid ismét játékra jelentkezett az NTK-nál. A legmagasabb osztályt legutóbb 8. helyen záró Nyíregyházi Tekeklub játékosai nyári pihenőjük végéhez közelednek. A csapat a hagyományokhoz híven július 15-én kezdi el a felkészülést. Egy tekéző biztosan nem lép dobóállásba az első edzésen, a térdműtéten átesett Szlovenszki Tibor ugyanis egyelőre még a rehabilitációjánál tart. Persze a legrutinosabb nyíregyházi játékos minden bizonnyal így is ott lesz majd a nyitányon a csarnokban. Az NTK-tól senki nem távozik, viszont lesznek olyanok, akik némi kihagyás után térnek vissza a szuperligás csapathoz. Nagyon fontos hír, hogy úgy néz ki, hogy három új visszatérő lesz majd a csapatba. Itt gondolok a Hetei Alexre, Éliás Gábor és a Péter Dávidra. Mind-mind volt régi játékosunk volt, akik munkai elfoglaltságok miatt végül is abba hagyták az aktív tekéletet, de már az amatőr bajnokságban elkezdték a szárnyékat bontogatni, és idén azt tűzték ki, hogy szeretnének a felnőtt csapatnál ismét jelentkezni, úgyhogy létszámban mindenképpen bővülés várható a Teke klubnál, és nagyon bízunk benne, hogy ez a Tibi kiválásának ellenére is mégis minőségi javulást fog majd hozni, ami a csapatfákat illeti. A nyíregyháziaknál az elmúlt években sem volt jellemző a játékos mozgás, Finta Zoltán szerint ennek több oka is van. Nagyon nehéz ideigazolni játékosokat, és nagyon nehéz innen is elcsábítani játékosokat. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan közösség alakult ki Nyíregyházán, annyira baráti kapcsolatok jöttek létre, hogy nem szívesen távozik senki sem. Gondolok itt most például egy Szegő Leventér, aki valószínűleg Budapestre költözik, tehát mindenképpen ő rá többen és szemet vethettek volna, de a Levente mindenképpen kijelentett, hogy ő továbbra is Nyíregyházán kívánja folytatni a pályafutását, amennyiben számít rá a klub, természetesen számítunk rá, úgyhogy ez is jelenti azt, hogy az a nyíregyházi csapat egységes, nagyon erős belsőleg is, és nagyon bízunk benne, hogy ez az erő fog majd minket tovább repíteni a következő szezonunkban is. A nyíregyházi csapat felkészülési programja is összeállt, augusztusban több nemzetközi mérkőzést is játszanak fintájék. Augusztus első hétvégén idehaza lesz egy barátságos mérkőzésünk, akkor a szlovákiai velkisáris csapata jön majd hozzánk, egy férfi és egy női mérkőzést fogunk majd megvívni velük. Augusztus utolsó hétvégén viszont majd a mi csapatunk fog elmenni Sárisra, a hagyományos Sáris kupára, és szeptember első hétvégén indul a bajnokság, ahogy úgy számogatjuk, valószínűleg a Szolnok csapatával fogunk mérkőzni. Ezt még nem tudjuk, hogy hazai pályán vagy idegenbe, de a sorsolás számait itt számából gondolkodva ez már előre látható számunkra. A 12 csapatos Szuperliga két újonca az egy év szünet után visszakerülő fővárosi BKV előre és a Szombathely melletti Balogunyom csapata. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Együttműködési megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és az OTP Bank nyerté szerdán, amelynek célja az önkormányzatok és a megyebeli vállalkozások támogatása, a fejlesztések erősítése.
A pénzintézet a terület és település fejlesztési operatív programból elérhető források mellé kínál kiegészítő finanszírozási lehetőségeket, amelyekkel a vállalkozások és a helyhatóságok fedezhetik a beruházási költségeiket. 8-10%-kal kevesebbet kell fizetni júliustól az ivóvíz és szennyvíz bekötésért. A törvényváltozás vonatkozik a lakossági és a vállalkozói bekötésekre is. Az új szabály azonban a bekötés méretétől teszi függővé a mentességet, mondta el a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója Szabó Istvánné televíziónknak. Az elmúlt napokban ugyanis többen érdeklődtek a szolgáltatónál az új szabályok felől. Pályaválasztást segítő nyári tábort indított idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A pályaorientáció célcsoportja a 6.-7. osztályos tanulók, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. A nyári táborban 5 héten át mintegy 150-en vesznek részt, ők több mesterséggel is megismerkedhetnek a közös foglalkozásokon. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 5-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is megtekinthetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony idő várható, gyenge hidegfront súrolja térségünket, emiatt több helyen zápor, zivatar is előfordulhat. Már estétől erőteljes gomoly felhőképződés lesz, és éjjel is többször erősen megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok többször is kialakulhatnak. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a sok napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az északnyugati, majd a keletire forduló szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutára 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban folytatódik a meleg nyári idő. Általában sok napsütésre számíthatunk, azonban az időnként erősen megnövekvő komoly felhőkből helyenként futó záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat.